Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem, és ebben a részben az aradi vértanúk történetét mutatjuk be nektek. 1699-ben a törökök kiűzése után Magyarország a Habsburg Birodalom része lett. A birodalomban élő népek, csak úgy, mint a magyarok, elnyomva, sokszor nemzeti identitásuktól megfosztva éltek. Az 1848-as népek tavasza, vagyis a Habsburg területeken végigfutó forradalmak azt jelezték a birodalom vezetői felé, hogy népei nemzeti önrendelkezésre, szabad életre vágynak. Februárban Párizsban kitört a forradalom, és ekkor a pozsonyi országgyűlésen Kossuth elmondta a híres felirati beszédét, követelve a közteherviselés, a politikai jogegyenlőség, a népképviselet és a független kormány megteremtését Magyarországon. Egyben alkotmányt követelt a Habsburg Birodalom örökös tartományainak is. A javaslatot az alsó táblán megszavazták, azonban a felső tábla képviselőit és István főherceget, Magyarország helytartóját Bécsbe rendelték. Március hónap folyamán Prágában és Bécsben is kitört a forradalom. Kossuth és küldöttsége Bécsbe utazott, hogy az uralkodóval is szentesítesse reformjavaslatait. Március 15-én a Pilvax kávéházban gyülekező radikális ifjak elhatározták, hogy kimozdítják holtpontjukról az eseményeket, és a közelgő Józsefnapi vásár tömegeit fellelkesítve demonstrációt szerveznek, hogy nyomást gyakoroljanak a bécsi udvarra. Kitör a forradalom, Petőfi Sándor megírja a nemzeti dalt, és megfogalmazódik a 12 pont, mint forradalmi követelés. Később megalakul a Batthyány Lajos által vezetett első felelős magyar kormány. 5. Ferdinánd a forradalom hatására szentesítette az áprilisi törvényeket. Azonban a nyár végére az osztrákok leverték a területükön zajló egyéb lázadásokat. Ezután a bécsi udvarnak nem állt szándékában fenntartani a forradalmi vívmányokat, sőt, arra sem voltak hajlandóak, hogy a magyar küldöttséggel tárgyaljanak. Támogatták a nemzetiségek, elsősorban a románok és a horvátok Magyarország elleni támadását. Jelosics horvát bán szeptember 11-én seregeivel Varasdnál átlépett a Dráva folyón, és ezzel a lépéssel véget ért a forradalom, és kezdetét vette a szabadságharc. A Batthyány kormány október 2-án lemondott, és helyét az Országos Honvédelmi Bizottmány vette át Kossuth vezetésével. Céljuk elsősorban a haza védelme volt. Decemberben 5. Ferdinándot Ferenc József váltja a trónon. Azonban elődjétől eltérően nem koronáztatta magát magyar királlyá, nem is adott ki koronázási hitlevelet, és nem esküdött meg az ország törvényeire. Ellenben azonnal katonai támadást indított Magyarország ellen. A közel egy évnyi véres csatározás után csak orosz segítséggel sikerült levernie a magyar szabadságharcot. A magyar csapatok 1849. augusztus 8-án az orosz csapatok előtt letették a fegyvert. A megadás után Ferenc József eldöntötte, hogy elveszi a magyarok kedvét a lázongástól. A megtorlás vezetője Julius von Hajnau fővezér és táborszernagy volt, akinek európai megítélése igen ellentmondásos volt. A kegyetlenül bosszúszomjas hadvezért a brescsai hiénaként is emlegették, mivel a brescsai felkelést 1849. februárjában hideg vérrel verte. Asszonyokat veszőztetett meg, halottakat akasztatott fel és tett közszemlére. Hajnau 1849. augusztus 29-től gyakorlatilag szabad kezet kapott a császártól, amikor Ferenc József úgy rendelkezett, hogy a halálos ítéleteket csak a végrehajtásuk után jelentse neki, pusztán tájékoztatásul. A fővezér sajátos küldetéstudattal látott a feladathoz, ahogy saját maga fogalmazott, a magyarok 300 év óta mindig lázadók, csak nem valamennyi Habsburg király idején törtek ki forradalmak. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód, intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. Hiába kérte első Miklós cár és Palmerston angol külügyminiszter is Ferenc Józsefet, hogy gyakoroljon kegyelmet a magyarok irányába, az alig 19 éves császár a feltétel nélküli és kegyetlen megtorlás mellett foglalt állást.
különösen hosszúra nyúlt uralkodása alatt emiatt egyszer sem mutatott megbánást. Hajnau hamarosan elrendelte a rögtön ítélő bíróságok felállítását. A bíróságok hatásköre katonai és polgári személyekre is kiterjedt. Ítéleteik között szerepelt kivégzés, kötél vagy golyó általi halál, deportálás országon kívülre, vagyonelkobzás, valamint börtönbüntetés, láncra verve vagy anélkül. A hosszabb fogságra ítélteket gyakran 3,5 vagy 5,5 fontos, azaz körülbelül 2-3 kg súlyú láncra verték. A magyar szabadságharc 35 tábornokát kivégezték. 1849. október 6-án közülük 13-at Aradon végeztek ki, míg ugyanezen a napon Batthyány Lajos miniszterelnököt koholt vádak alapján Pesten végezték ki. Batthyány kivégzésének helyszíne a rettegett négyzet alaprajzú erőd, az új épület volt Pesten, ahová tömegesen zártak magyar foglyokat a szabadságharc leverése után. Ítélete akasztás volt, de feleségének utolsó látogatása alkalmával sikerült becsempésznie számára egy kis tört. Ezzel sebezte meg nyaki ütőerét, és bár sok vért vesztett, életben maradt. Sebei miatt így felakasztani már nem lehetett, ítéletét tehát golyó általi halálra módosították, ami miatt Hajnau később idegrohamot kapott, mivel mindenáron ragaszkodott volna a volt miniszterelnök kötél általi kivégzéséhez. Ajzószerekkel estére olyan állapotba hozták Batthyányit, hogy saját lábán tudjon a vesztőhelyre menni, de gyengesége miatt így is ketten támogatták. A kivégző osztagot ő maga vezényelte, féltérdre ereszkedve így kiáltott. Éljen a haza! Rajta vadászok! Az Aradon elítélt 13 honvéd tábornokot a hadbíróság felségsértésben találta bűnösnek. Ez az ítélet azonban kétes jogi alapokra épült, hiszen Ferenc József nem koronáztatta magyar királlyá magát, így a magyar trón jogilag üres volt. A határozat értelmében teljes fő, rang és vagyonvesztésre ítélték őket. A kivégzést a császári erők igyekeztek minél jobban biztosítani és elzárni a nyilvánosság elől, mivel egy-két fogoly különösen nagy népszerűségnek örvendett. Kegyelemből golyó általi halálra ítélték közülük Kis Ernőt, Dezsőfi Arisztidot, Lázár Vilmost és Schweidel Józsefet. Elsőként őket végezték ki még reggel 7 óra előtt. 12 sorkatona tüzelt, de Kis Ernőt csak a vállán sebesítették meg, ezért őt közvetlen közelről lőtték. Kötél általi halálra ítélték Aulik Lajost, Damjanics Jánost, Knézics Károlyt, Láner Györgyöt, Leiningen Westerburg Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Török Ignácot és Vécsei Károlyt. 8 óra előtt indult el az akasztásra ítélt 9 tábornok feketébe öltözve, kivéve Leiningen Westerburgot, aki lefizette az őrét, és az becsempészte számára tábornoki egyenruháját. A tábornokok java magas, szikárember volt, azonban az akasztófa túl alacsony volt számukra. A vértanúk halátusái ezért hosszúra és teátrálisra sikeredtek. Az akasztás fájdalmas és megalázó halál nem volt, ami nem volt jellemző nemesek és tisztek esetében sem. Ezen kívül Aradon végezték ki még augusztusban Ormai Norbert ezredest, majd október 22-én Kazinczy Lajos, a nyelvújító Kazinczy Ferenc fia zárta a kivégzettek sorát. Az Aradon kivégzettek száma tehát összesen 15-re rú. A szabadságharc miatt kivégzettek száma összesen körülbelül 111 főre tehető. A honvédsereg 25-30%-át besorozták a császári hadseregbe. Hajsza indult a menekülők, vagyis a bujdosók és emigrációba kényszerültek, valamint azok ellen, akik megszöktek a sorozás elől. A szabadságharc emigrált politikusairól sem feledkeztek meg. A pesti új épületben bitófát állítottak fel, amire fekete táblát akasztottak, és távollétükben jelképesen halálra ítélték és felakasztották többek között Kossuth Lajost és Szemere Bertalant. A hatalmas nemzetközi nyomás hatására 1849. októberében leállították a további kivégzéseket. Hajnaut leváltották és nyugdíjazták.
hajnalú külföldön se volt népszerű. 1850. szeptemberében Angliába utazott, ahol meglátogatott egy sörgyárat. A munkások között volt egy bécsi menekült, aki felismerte, és a tömegben lincs hangulat alakult ki. A feldühödött munkások jól összeverték, és még híres bajuszát is megrángatták. Hajnau ezután Ostendébe látogatott, ahol hasonló fogadtatásban volt része. A sors iróniája, hogy a hírhet brescsai hiéna a magyar forradalom 5. évfordulóján 1853. március 15-én halt meg. Az aradi vértanúk kultusza már a kivégzés után 1-2 órával megkezdődött. Tömegek látogattak el a kivégzés helyszínére, és közösen imádkoztak értük. A kivégzés napján minden boltot, nyilvános helyiséget bezártak. Neveiket számos utca és közterület őrzi, Battyányi kivégzése helyén pedig örök mécses áll Budapest 5. kerületében. Kossuth Lajos 1890-ben rögzített hangfelvételén így emlékezik meg az aradi vértanúkról. A hála hőérzelmével áldom a vértanúk szent emlékét, hűségükért a haza iránt, s a magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak. További videókért kattints ide, ha pedig tetszett, nyomj egy lájkot, oszd meg barátaiddal, és kommentben írd meg, mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Hogy le ne maradj a következő videókról, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Sziasztok!